A második fogadta a harmadikat vasárnap Kisvárdán, így igazi rangadónak ígérkezett a Kisvárda Kazincbarcika találkozó. Igaz, talán a hazai csapat várhatta jobb előjelekkel az összecsapást, hiszen legutóbbi 5 meccséből 4-et nyert és 1-et döntetlenre hozott a Kondás Elemér irányított együttes. Ellenben a 9 ponttal hátrébb tanyázó Kazincbarcika 3 vereséget is szenvedett az utóbbi fordulókban. A mérkőzéseket a vendégek kezdtek jobban, és csak a 25. percben tudott először veszélyeztetni a Várda, azonban ekkor is csak Délcek egy veszélytelen beadása okozott némi izgalmat. A 32. percben aztán szinte ugyanonnan küldhetett be egy szabadrugás Misics, ez viszont már embert is talált, kaput azonban nem, Horváth Zoltán csúsztatása ugyanis elszállt a kapufa mellett. Éledezett a Várda és szaporodtak a hazai helyzetek. A 39. percben Délceg előbb elvesztette, majd visszaszerezte a labdát a Kazincbarcika tér felén, beadását Ilic szépen készítette le Lukasznak, aki előbb csinált egy finom cselt befelé, majd kevéssel tekert a jobb alsó mellé. A második félidő elején inkább a mezőnyben folyt a küzdelem, majd szinte a semmiből a Kazincbarcika megszerezte a vezetést az 59. percben. Egy baloldali szögletet követően jól fordítottak a másik oldalra a vendégek, a beívelt labda Heger is találta meg, akit az sem zavart, hogy ketten is elhasalnak előtte, a kapura fordult és 12 méterről kilőtte a bal felső sarkot. A Várda rákapcsolt és 10 perccel később jött az egyenlítés is. Misics fordult ki balra, középre adott, bent pedig, mind Lukács, mind pedig Somodi kicsit elnézte a labdát, Ilics viszont nem, a támadó jól érkezett és 5 méterről, éles szögből a jobb alsó sarokba rúgta a labdát. Az első gól után akár rögtön megszerezhette volna a másodikat is a Kisvárda. Egy jobb oldali szöglet után Riásko ugrott a legmagasabbra, tisztán fejelhetett, fejese azonban nem talált kaput. A hajrában a Kisvárda mindent megtett, hogy megszerezze a győztes találatot is, azonban a Kazincbarcika jól állta a sarat, így egy-egyes döntetlennel ért véget a találkozó. Ebben a mai mérkőzésben ennyi volt benne, véleményem szerint. Az elején rosszul kezdtünk, egy kicsit kényelmesebbek voltunk, nem nagyon tudtuk az ellenfelünket, ellenfelünk kellemetlen stílusa nem nagyon ízlett nekünk. Aztán az első félidő második felébe ott már bátrabban játszottunk, fölvállaltuk a párharcokat, meg is tudtunk nyerni belőlük néhányat, és többször oda tudtunk kerülni az ellenfél kapuja elé. A második félidőben ott megint csak támadtunk, ellenfelünk egyszer eljött, és ezután a pontrugás után nem jól reagáltuk le a kipattanó labdát, visszajátszották, és abból gólt sikerült kapnunk. Onnantól kezdve viszont mindent egy lapra feltéve a csapat támadott, sikerült az egyenlítés, a második találatot sajnos nem tudtuk bevinni. Vitelki Zoltán, a Kazincbarcika vezetőedzője, mindent összevetve elégedett a döntetlennel. De értelemszerűen a mérkőzés egészét tekintve azt gondolom, hogy elégedetnek kell lennünk az egy ponttal. Bár elkerülhető gólt kaptunk. Két ellentétes félidő volt, az első félidőben azért bátrabban tudtunk támadni, és azt azért el kell ismerni, hogy az első félidőben az ellenfélnek is azért jóval nagyobb lehetőségei voltak, mint nekünk. A második félidő azt gondolom, hogy egyre nagyobb energiát fektetett az ellenfél a támadásba, és próbálta eldönteni a mérkőzést, nekünk jókor jött a gól. És úgy éreztem, hogy a csapat ez egy picit felhozza, és eléggé masszívak voltunk hátul, tehát mindig volt egy aktív, egy önfeláldozó láb, aki védett, vagy a szerencsés mellettünk állt, de jutólag értékelve a mérkőzés, azt kell mondanom, hogy a döntetlen igazságos, és hogy nekünk elégedetnek kell lennünk ezzel az egy ponttal. Az 1-1-es döntetlen azt is jelenti, hogy véget ért a Várdai hálója nagyszerű szériája, Zöldes Illés 509 percet követően kapott gólt a Kisvárda kapuját őrizve.